A posztmodern hadviselés egyik jellemzője, hogy nem lehet előre megjósolni, hol és mikor kerül sor az erőszak alkalmazására állami vagy nem állami szereplő részéről. Mondta Takács Attila dandártábornok, a hadkiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság vezetője május 10-én a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartott nemzetközi konferencián. A parancsnok a nemzeti ellenálló képesség, lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben című konferencia zárónapján tartott előadásában úgy fogalmazott, a modern háború elméleti vége s a posztmodern hadviselés kezdete a nukleáris fegyverek alkalmazása volt. A gyakorlatban azonban ez a dátum 1991-re a Kuvait felszabadításáért vívott sivatagi pajzs hadművelet, vagyis a 100 órás háború idejére tehető. A technológia azóta csak tovább fejlődött és új dimenziói jelentek meg a hadviselésnek, aminek a háttere is megváltozott. Míg a modern háború hátterében általában az ideológiák álltak, addig a mostaniak mozgatórugója az identitás. Egy másik fontos különbség az is, hogy a posztmodern hadviselésben megjelentek a nem állami szereplők. Az új típusú hadviseléssel az országok különböző időpontokban találkoztak. Az Amerikai Egyesült Államok 2001-ben az ikertornyok leomlásakor, Izrael 2006-ban az északi hadjárat során, a NATO 2011-ben a líbiai műveletek idején, az Orosz Föderáció 2008-ban Grúziában, míg Magyarország 2015-ben a tömeges migráció kezdetén. Az európai közösségben különlegesnek számított a magyar kormány reakciója a tömeges és illegális migrációra. Lezárták a zöld határokat, és a rendőri művelet támogatására a Magyar Honvédséget is alkalmazták. A veszély elhárítására szinte a teljes magyar haderőt alkalmazták, s később a tanulságok alapján elindították a hadsereg modernizációját. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program két fő irányt határoz meg. Az első a hadsereg modernizációja, hogy így alkalmassá váljon a posztmodern hadviselés kihívásainak kezelésére. A második cél pedig, hogy újra aktivizálja az ország társadalmát, így új alapokra helyezve a honvédelem ügyét. A fejlesztési terv különböző programjai közül kiemelte a területvédelmi elven szerveződő önkéntes tartalékos rendszert. A kormány döntése nyomán mind a 197 járásban 1%-nyi civilt vonnának be az önkéntes tartalékos rendszerbe, ami összesen 20 000 főt jelent. Mindenképpen szeretnénk, hogyha egy olyan jól szervezett, felkészített, reagáló képesség jönne létre, ami helyben áll a rendelkezésre, a helyi államigazgatási szervezetek számára, és a lehető leggyorsabb reagálást biztosítják, amikor valamilyen baj történik. A parancsnok a kétnapos nemzetközi konferencia végén elmondott záróbeszédében úgy fogalmazott, napjainkban újra meg kell határozni a veszélyeket, s új eljárásokat kell kidolgozni azok elhárítására. Enélkül ugyanis nehéz, vagy egyenesen lehetetlen beazonosítani a problémákat. A Honvédvezérkar tudományos kutatóhelye, a Magyar Atlanti Tanács, a NATO kiképzés és transformációs parancsnoksága és az Óbudai Egyetem közös rendezvényen mások mellett jelen voltak hazai és külföldi kutatók, NATO tisztviselők és a témában érintett szakemberek. A szimpózium célja jobban megérteni a leginkább érintettek közötti egymásra utaltságot, felismerni a közös érdekeket és hozzájárulni az ellenálló képesség fejlesztéséhez. A konferencia eredményei alapján létrehozott oktatóprogramok hozzájárulhatnak az egységtudathoz, a fenyegetések hatékonyabb egyéni és közös felismeréséhez, az együttműködő párbeszédhez, és mind az állampolgárok, mind a társadalom részéről egy elkötelezettebb megközelítést tesznek lehetővé.